Ők heten lesznek áprilistól a Fehérváron nemrégiben kialakított hét körzet felelősei. Ezek a körzetek pedig a táblázaton látható módon a választókerületek alapján álltak fel. Egy-egy felelős két ilyen kerületet kapott. A körzetszervezők kettős feladatot látnak el a jövőben. Egyrészt tartják a kapcsolatot Székesférvár önkormányzati területi képviselőivel és a város lakosságával, Másrészt két heti rendszerességgel végigjárva az adott területeket feltérképezik a problémákat, feladatokat nyomon kísérik azt, hogy az a kuka oda kerül -e, hogy az a közterület az tisztább lesz -e, hogy az a homok az adott játszótér meg kicserélésre kerül -e. És hogyha ezek teljesülnek, vagy nagyobb arányban és gyorsabban teljesülnek, mint eddig, akkor azt hiszem, hogy az adott városrészben élők úgy fogják érezni, hogy mindig egy kicsit többet kapnak az önkormányzattól, mindig egy kicsit többet kapnak a városgondnokságtól. A területi képviselővel és a lakossággal folytatott folyamatos információcsere alapján a körzetfelelős a városgondnokság hatáskörébe tartozó feladatokat, problémákat összegyűjti, és továbbítja a városgondnokság titkárságára. Így valószínűleg hamarabb oldódnak majd meg a városban az esetleges köztisztasági problémák. A városgondnokság elég nagy létszámú végrehajtó csapatának a munkáját folyamatosan ellenőrizni fogják, vagy koordinálni, hogy azt az adott problémának a megoldása ténylegesen megtörténjen. A körzet szervezők a probléma felmerülésétől egészen a feladatok elvégzéséig figyelemmel kísérik, és mint egy projektmenedzserként koordinálják az elvégzendő feladatokat. Hogy mennyire válik be a rendszer, az egy éven belül kiderül, és egy értékelést követően döntenek majd arról, hogy szükség van-e plusz munkatársakra a feladatok elvégzéséhez.